Több mint 30 ezer devizahiteles család szabadulhat meg adósságától. A Nemzeti Eszközkezelőtől most kedvezményes áron akár részletfizetéssel is visszavásárolhatják ingatlanjukat a korábban fizetésképtelenné vált adósok. Két hónapjuk van most dönteni, különben háromszoros áron ő otthonuk bérleti díja. Ebben a házban él beteg kislányával ez az asszony, ám több mint 1 millió forintos hiteltartozások miatt kénytelenek voltak a Nemzeti Eszközkezelő programjába jelentkezni. Az ATV egyik brüsszeli nézője azonban segítségükre sietett és kifizette tartozásukat. Mondták, hogy majd el kell mennem ügyvédhez, hogy be legyen jegyezve a házunk, hogy most már a nevemen legyen, meg a kislányom én, hogy meglettem ez a házikunk. A Rimóci család tehát fellélegezhetett, és most úgy tűnik azok is szerencsével járnak, akik bekerültek az eszközkezelő programjába. A parlament tavaly decemberi döntése után ugyanis most visszavásárolhatják a bankok által elvett otthonukat a Nemzeti Eszközkezelő ügyfelei. A 32 ezer érintett család március végéig megkapja azt a tájékoztató levelet, amely személyre szólóan tartalmazza az adott ingatlanra vonatkozó kedvezményes visszavásárlás feltételeit. 60 napon belül kell nyilatkozniuk arról, melyik konstrukciót választják. Több mint 30 ezer ingatlan, vagyis ennyi család lehet érintett abban, hogy az eszközkezelőtől kedvezményes áron vásárolja vissza az ingatlanát. Ez bizonyára hatással lesz az ingatlan piacra is. Ez a 30 ezer család tulajdonképpen be volt ragadva a saját ingatlanukba, gyakorlatilag azóta, amióta fölvették a devizahitelt. Most nagyon kedvezményes feltételekkel tudják ezeket az ingatlanokat visszavásárolni, hiszen hogyha egy összegben fizetik vissza, akkor a banki követelés árának csak a 70%-át kell kifizetni, amennyiért az eszközkezelő ezt megvásárolta. Akiknek nincs ennyi pénzük, választhatják a kedvezményes részletfizetést is, de akik nem válaszolnak az eszközkezelő levelére, azoknak a háromszorosára nő a bérleti díj összege. A probléma azonban nem szűnik meg mindenki számára, hiszen ez a döntés semmilyen segítséget sem jelent azoknak, akik nem az eszközkezelő segítségét kérték. Ott, ahol kényszerintézkedés hatására történt, a kilakoltatás az elmúlt három évben az meghaladta a 10 000-et. Ennél jóval nagyobb az a szám, ahol nem várták meg a végrehajtási eljárást vagy az árverést, hanem önként értékesítették az ingatlant. Ez hozzávetőlegesen olyan 40 ezres számot jelent, ami egy 120 ezer embert jelenthet. A következő három évben további 70-80 ezer ember számíthat arra, hogy kilakoltatják.